Bence Gábor, az esti fellépő tánccsoport vezetője ismertette, milyen műsorral készültek a rendezvényre. A helyi tánccsoportok, a Bokréta, ez a nagy együttes és a kis Bokréta néptánccsoport mutatja be azt a tudását, amit a szeptembertől idáig tartó időszakban összeszedett, ugyanis ilyenkor már kezdődnek a fellépési időszakok, a turné időszak, úgyhogy abban a fél évben szeptembertől márciusig van lehetőségünk arra, hogy tanuljunk új anyagokat, illetve a régit egy kicsit finomítsuk. Úgyhogy ez a lehetőség adott ezen a rendezvényen a gyerekeknek, és természetesen a műsoros estet követően egy jó ízű bál kerekedik, ahol pedig szórakozhatnak a vendégek is. 26 éve alakult meg a Hölgyészi Székely Kör, az együttes is azóta létezik. Kisebb-nagyobb átalakulásokkal jönnek-mennek a táncosok, a kicsik felnőnek, a lányokból asszony lesz, megszülnek, elmennek egy időszakra, majd visszajönnek táncolni, aztán hozzák magukkal már a gyerkőceiket, úgyhogy most nem panaszkodunk, mert körülbelül 70 táncossal dolgozik a Székely Kör, ami szerintem egy ilyen kis településen hatalmas eredmény. A társaság országos hatáskörű egyesületként van nyilvántartva. Tagja vagyunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének és a Muhara Elemér Népművészeti Szövetségnek is, ami azt jelenti, hogy azért az országos rendezvényeken mindig meghívást kapunk, többszörösen kiemelt minősítéssel rendelkezik a táncsoportunk, úgyhogy ez is lehetőséget teremt arra, hogy mindenféle nagyobb városban, országos rendezvényen is bemutatkozhassunk, és természetesen, ha van lehetőség, mint idén nyáron is lesz, akkor pedig nemzetközi színre is kivonulunk. Számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodnak a közösség tagjai. Szeretek ide járni, jó a közösség, próbák is szuperek, hát a Gábor az mindig ilyen viccesebbre csinálja a táncot, élvezetes is, meg amiket csinál például a ilyen nyári tábor, vagy ilyen fellépés, ott is egy kicsit viccesebben próbálja felvidítani minket, a kicsiket, meg ahogy a nagyokat is akarja. Az eseménnyel igyekeznek a régmúltat, a szokásokat visszahozni és ápolni, mondta Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Jó látni azt, hogy itt is egy olyan közösség él Hölgyészen, székelyek és nem székelyek egyaránt, akik fontosnak tartják a hagyomány ápolást. Örülünk annak, hogy tavaly egy új székelyházat tudtunk avatni. Ez is bizonyítja azt, hogy élő közösségről van szó, és ahogy körülnézünk, meg a műsorban is fogjuk látni, a fiatalokat és a gyerekeket is bevonják, és minden egyes közösségnek akkor van jövője, hogyha a gyerekek is vannak. A sokszínű műsor és köszöntő után egy jó hangulatú bállal zárták az estét.